Teljes terjedelmében égett egy boltként és presszóként üzemelő 120 négyzetméteres épület Új-Lőrinc falván a Kossuth-Lajos úton. A tiszafüredi és a mezőkövesdi hivatásos tűzoltók kiérkezése előtt a tulajdonos áramtalanította az épületet. A tűzeset következtében azonban egy gázpalack felrobbant. Az egységek a három vízsugárral történő oltás során egy másik gázpalackot is kivittek az épületből, amelyet nem ért hőhatás, így szerencsére az nem robbant fel. A presszó tulajdonosa a helyszínen megtörtén nyilatkozott televíziónknak. A helyiek sajnálják, hogy leégett az épület. Mondták, hogy kigyulladt a büfé része, a tóparti büfé rész. Utána próbáltam összeszedni magam és kijöttem, de akkor már itt voltak a tűzoltók, és eloltották a tüzet. De a nagy valószínűséggel szerint valamilyen elektromos hiba okozhatta a tüzet, és később meg ez tovább terjedt, illetve felrobbantott egy gázpalack, ami a hátsó részen volt tárolva. A tűzesetek megelőzhetőek, vagy időben felfedezhetőek füstjelző készülék által.